A Nyírbátor városkártyát és a barátkártyát online lehet igényelni, akár számítógépen, akár mobiltelefonkészülék segítségével. Rámegyünk a nyírbátorvároskártya.hu oldalra, itt a menüből kiválasztjuk a kártyaigénylést. Mi most a városkártya igénylésre fogunk rámenni. Ugye ezt azok igényelhetik, akik nyírbátori állandó lakóhelyen rendelkeznek. Az adatoknál szükséges megadnunk egy vezetéknevet, a keresztnevünket, születési helyünket, születési dátumunkat, kiválasztjuk az évet, a hónapot és a napot, beállítás, ezután kiválasztjuk a nemet, fontos, hogy minden esetben feltöltsük a lakcímkártyánkat, amin ez esetben nyírbátori állandó lakóhely kell, hogy szerepeljen ahhoz, hogy elfogadják a polgármesteri hivatalban a kollégák a regisztrációmat. Kiválasztom, hogyha lefotóztam, vagy beszkenneltem, vagy valamilyen formában rajta van a lakcímkártya a telefonomon. Fontos, hogy azon az a felület legyen beszkennelve, vagy lefotózva, ahol nem a személyazonosító számom látszik, hanem ugye az, hogy pontosan hol az én állandó lakóhelyem. Hogyha ezt feltöltöttük, akkor szükséges megadni még az e-mail címünket. Még egyszer az e-mail címünket, telefonszámunkat, címünket, ugye az, hogy Magyarország, az már be lesz írva, Nyírbátor, utca, házszám, irányítószámot, az adatkezelési tájékoztatót erre a kijelöltre kattintva elolvashatjuk, aztán elfogadjuk, és aztán tudjuk beküldeni a kártyaigénylésünk. Igen, elküldtem, és jön egy regisztráció arról, hogy beérkezett a rendszerbe, és ezt követően a kolléganő fog küldeni egy e-mailt, amennyiben helyesnek találta a feltöltött lakcímkártyát, megfelelek a feltételeknek, tehát az állandó lakóhelyem ez esetben Nyírbátor, és fog küldeni e-mailben is egy online kártyát, ami már szerepelni fog egy QR kód, ami alapján fogják ellenőrizni azt, hogy érvényes-e az én kártyám, akár barátkártya, akár Nyírbátor kártya, és amint elkészült kártya, fizikálisan kártya formájában is, akkor pedig értesítést küldünk, hogy be lehet érte jönni a Szabadságtér 7 szám alá, és át lehet venni a kártyát.